65 könyv, 1189 fejezet, közel 780 ezer szó. Ez a Biblia, a világ legolvasottabb könyve. A keresztény hit és az európai kultúra sarokköve, amely az anyanyelvi fordítások által mindenki számára elérhetővé vált. A Magyar Nyelvnapja alkalmából a legfontosabb könyvről kérdeztük Martos Levente Balázs püspököt. A Biblia nem más, mint Istennek az Ó és Új Szövetségbe adott írásbeli kinyilatkoztatása. Tulajdonképpen a zsidóság és a kereszténység szent könyve. Tudjuk, hogy két nagy része van, az Ószövetség és az Új Szövetség. A keresztények tulajdonképpen már Jézus életében olvassák a zsidóságnak a szent könyveit, részben bennük ismerik fel, hogy ki a Messiás. És amikor leírják a saját tanúságtételüket, az evangéliumokat, a leveleket, vagy a könyv végén a Jelenések könyvét, akkor tulajdonképpen sok szempontból az Ószövetség iratait utánozzák, vagy legalábbis mintának tekintik azt a félig meddig már meglévő gyűjteményt, hogy éppen ezeket a könyveket éppen ebben a formában gyűjtötték össze, az tulajdonképpen a Krisztus utáni második században válik lassan foghatóvá, mint kinyitható könyv. Az eredetileg héberül és görögül keletkezett iratokat a középkorban latinul másolják, latinul használja főleg az egyház, mindaddig, amíg a protestáns reform idején, a 16. században a könyvnyomtatással teljesen új lehetőségek nem nyílnak. A Bibliának a népnyelvre való átültetését különös erővel szorgalmazta a reformáció. Tegyük hozzá, hogy már korábban is léteztek természetesen fordított változatok. Teljes nyomtatásban megjelenő Biblia még nem létezett. Az első magyar nyelven megjelent teljes Biblia a református Károli Gáspárnak a munkája, 1590-ben Vizsolyban nyomják ki. Bizony az igének a tisztelete, a Szentírásnak a megszólalása, az minden hívő számára megdöbbentő élményt jelenthetett minden korban. Ehhez a prédikációra volt szükség, és ehhez az új lehetőségekkel a nyomtatott könyv is nagy segítséget jelentett. Az első teljes magyar nyelvű katolikus fordítást Káldi György készítette el 1607-ben, a könyv megjelenésére után még várni kellett, és ennek a könyvnek is egy nagyon szép nyelvezete, szinte olykor ritmikusnak tűnő, dallamos, a liturgiában való felolvasása nagyon alkalmas megjelenése volt. A magyar teljes bibliáknak új generációja 70-es évektől, mármint az 1970-es évektől fogva keletkezett. 1973-ban a Szent István Társulat jelentette meg a teljes Bibliát, ez egy katolikus kiadó. 1975-ben a Magyar Biblia Társulat egy protestáns fordítást adott a hívek kezébe. Azóta ezeknek is újabb felülvizsgálata történt. Változik a nyelv, és nagyon szeretnénk azt, hogy a Szentírásnak az igazsága, a Szentírásnak a képei, a Szentírásnak a meghívásai, azok az új és új nemzedékhez eljussanak. A lehető legközvetlenebből megértjük Istennek az üzenetét, ez a vágy tehát mindig ott élt a hívő emberek szívében. A Szentírásnak eredete szerint idegen világa számunkra otthonos lehessen, ezen fáradozik tulajdonképpen minden bibliafordítás. A Szentírásban alapvetően felfedezhetjük a régi koroknak a gazdagságát. Tekinthetünk erre úgy, mint egyfajta kulturális emlékre. De hogyha nem fedezzük fel azt, hogy ebben Isten akar nekünk üzenni, akkor valahogy kevesebb lesz az igazság, és nem több. Az ember szereti a szépet, szereti a tartósat, szereti azt, amiben a saját hozzáértése, tulajdonképpen akár művészi szeretete is megnyilatkozhat. Én úgy látom, hogy egy-egy ilyen régi Biblia, a míves betűk, a szép illusztrációk, és persze mögötte a sok-sok hozzáértő fordítónak a munkája kifejez valamit a kultúrán gazdagságából,
amelynek a Szentírás az egyik igen fontos forrása. A Szentírás a jelenlegi formájában egy nagy történetet mond el, amelyik a világ teremtésétől a világ Istennél való hazatalálásáig tart. A keresztény Bibliának a legfontosabb üzenete, hogy a történelemnek mindenféle nehezen érthető, fájdalmas, néha egyértelműen emberek által okozott, máskor rejtettebb értelmű fordulata ellenére, vagy éppen ezeken keresztül ez az isteni szeretet az, amely kísér bennünket.